20 lapátos két oldalt egy dobos adta ütemre, és egy kormányos irányításával hajtja előre a hajót. A sárkányhajózás sportja Dél-Kínából származik, Európában csak az 1980-as évek végén kezdett ismertté válni a sportág. Június 30-án a tokai Zenit vízibázist is sárkányhajók lepik el, ahol idén is megrendezik a hagyományos sárkányhajó fesztivált. A különleges versenyre közel 20 csapatot várnak, akik között vannak visszatérők, de olyanok is nevezhetnek, akik még soha nem próbálták a sportágat. Évről évre egyre több a visszatérő csapat a versenyen. A szakképzettséget egyáltalán nem igényel. Az evezősöknek egy gyors oktatás keretében megmutatjuk a lapáthasználatot, és a szakképzett kormányosokat mi biztosítjuk a versenyzőknek. A nevező csapatoknál előírás, hogy legalább 8 női taggal kell nekivágniuk a megmérettetésnek, és egy ütemadódobost is soraikban kell tudniuk. A kötelezően teljesítendő táv 200 méter, azonban idén új elemként a csapatok szabadon nevezhetnek egy 2000 méteres futamba is. Az országban egyre népszerűbb, egyre több sárkányjó versenyen szervezik meg a 2000 méteres futamot, és ezt a fordulók teszik izgalmassá, ugyanis 500 méter hosszú a pálya, és 4 darab fordulóval van megspékelve a verseny, ami sárkányhajóval nem is olyan egyszerű, mint gondoljuk. A versenyfutamok június 30-án reggel 9:30-től délután 4 óráig tartanak, ezt követően tartják az eredményhirdetést és a díjkiosztót a vízibázison. A verseny első 3 helyezettje automatikusan továbbjut a sárkányhajó magyar nagydíj keretében megrendezett országos döntőbe.